I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Albi vagyok, és most befelelt mutatni ezt a kocsit, ami a Overflowed Immorvon névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát ugye az armor, a fék. Na és az első lökös. Na ez egynek már nem rossz változat. Már nézzük azért, hogy milyen verziók vannak. Hát ez annyira nem rossz, de nekem azt hiszem elsőre mentem. Na akkor hátulra. Hátulra rak rá ugye ilyen diffúzor cuccot. Nekem azt szerintem nem lesz rajta. Szóval csak egy pici módosítás lesz így a hátulján. Igen. Na ez mi? Aha, ez az ülés. Ez a bukókereket ugye nem módosítja, csak az ülést. Hát eléggé. Szinte egyforma ülések vannak benne, ha megnézitek. Nem nagyon változik. Ugye ugyanaz a négyet fajta van. Hát legyen ez most egy teljesen mindegy végül is. Akkor motor. Kipufogó. Na hát ilyen biztos, hogy nem veszem ki ebből a tuzból. Szerintem az alapon hagyom. Hát ezt nem cseréljük, de az is marad úgy. Motorháztető. Hát ez igaz a legjobb. És az utolsó meg, hogy ugyanez csak karbonba. A lámpa. Hát a lámpa. Az szerintem arany lesz. És a livery. Vagy livery neon. Az meg piros. Na most jön a livery, amit mondtam. Nézzük milyenek vannak. Ez a fekete nem volt rossz. Még az sem annyira rossz. Erre van sok jó library. Szerintem nekem ez lesz rá. Ezt elcínezzük el. Na, maradjon amúgy is fekete, szóval teljesen mindegy. A színe szerintem az marad így sárván. És a belseje az már legyen fehér. A QMV-ban hatott, hogy csak csatlakoznám, hogy szeretnétek, ugye? Na és akkor viszont... Spoiler... Hú, hát ez elég érdekes, az ablakból jön ki. Vannak rám, hogy jók. Ez az első, hát ez valami ocsmány. Na nem, ez is ugyan, mint na hát ugyan bajon ki. Nekem szerintem ez a verzió lesz. Na ez mi? Ha az elejére rak ilyen kis cuccos. Vagy ugye az oldalára. Vagy mindkettő. Lehet válogatni bőven. De én szerintem csak az elejére rakok egy kis feliratot és ennyi. Akkor leültetjük. Váltó, turbó helyett felni, mert ugye turbó ebben nincs, mert ez az autó elektromos félig meddig. Hát felni, mert legyen ez. És akkor beszélzünk feketére. És a gumi füst a cruising lesz. Na és akkor megyünk egy versen, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a járvány. Na itt is van a kavás, és akkor nézzük, hogy mit tud a Immorvon. Tehát korábban mentem már itt a Paragonerrel, az olyan 42-1-es kört tudtam menni. Hát ezzel majd meglátjuk, hogy mit is tudunk. Ez az autó egyébként egy félig elektromos autó, mint ugye ahogy halljátok. Vagy azért van egy kis motor hangja is. Nem csak az, hogy száll, mint a levegő. De viszont kibaszott a tapad. Megy is, mint az állat. Szóval eddig patent a Verda.
ilyen 41-eskel tudtam vele menni, hát pici megcsúszás belejátszott. De összességében jó autó, nagyon jó tapad, nagyon gyorsul, jól fékez, minden király vele. Ezt egyetlenül ajánlom versenyre. Ez hát ennyit van már ez a videó, ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess a Twitch-en. Facebook oldalon GT, akkor mindent a szerírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!